lapos tetők ideiglenes vízelvezetését is meg kell oldani, akár úgy, hogy egy szigetelés behajlított töltsérre el kell a vizet kivezetni, és a felületet ideiglenes szigeteléssel ellátni. Lehet ez a tulajdonképpeni párazárás, a későbbi párazárás, ami most ideiglenes szigetelésként, csapadék vízszigetelésként funkcionál. De a vízelvezetést ideiglenesen is meg kell oldani, hogyha jön egy felhőszakadás, és akkor a vizet ki tudja vezetni valami megfelelő helyre.